tüzes íjász. Dürrenstein vár a német földön az úr 1195. esztendejében. Isten áldása rajtad és küldetéseden. Még sohasem láttalak mosolyogni. Még sohasem láttál a szülőföldemen. Nézd csak oda. Az ott Nottingham vára. 16 évesen szakadtam el onnan, kölyök koromban. Keresztes vitéznek álltam. Ez a völgy volt az én felnevelő dajkám. Téged is keblére fogad. Hiszel, öreg? Nem bánt senki. Könyörgök, ne vidd el a kecskét, nincs más kincsem az egész világon. Ettől ne tarts, jó ember. Nem kell nekünk a kecskéd. De mi történt itt? Ki dúlta fel a falutokat? A jó Nottinghami gróf halála óta ő itt az úr mi nálunk. Az átkozott Norman... Sir Robert, János megbízásából. Föld nélküli János? Ő, királyunk testvéröccse.
jó urunk távollétében királynak mondja magát, és pusztítja Richard híveit, a szászokat. És hova lett a falubeli nép? Lemészárolták őket. No, barátom, Richard király neve itt aligha lesz jó ajánló levél. Veszélyben forog a küldetésünk. Sir Robert katonái! Meneküljetek! Gyorsan, jó urak! Mik vagytok? Követségbe küldött 6. Henrik. A német birodalom császára, uratokhoz, János herceghez. Ha igazat szólsz, szerencsével jártatok. Őfelsége János úr itt vendégeskedik Nottingen várában. Gyertek velem! Ne kocsogj! Húzódj meg az árnyékomban. Ennyi év után nem fognak felismerni. Add a pecsétet! És kész a műremek. Na. Tüneményes kis darab, nem igaz? Bármely fehér cseréden túlteszek. Bizony, tüneményes, János herceg. De hol tanultál meg hímezni? Kiskoromban. Kedves Richard bátyám mindig eltángált a bajvívó játékokon. Így aztán inkább anyám tudományát igyekeztem ellesni. Varrogattam, kézimunkáztam. Egy fiúgyereknek, Sir Robert, az anyja a legjobb mestere. Bölcsen mondja, fenséged. Mindig új ámulattal tölt el, milyen okosak az asszonyok. Sokat álmélkodhattál Matildán is, aki olyan okos, hogy kis hián elvétette magát veled. Ebből is okulhattál, Sir Robert. Vigyázz, hogy ne kerüljön ők hálójába. Ennyi, herceg. Ezt nem vártam volna tőled. Nőgyűlölő férfiak beszélnek így. Ne így, szép hölgyem. Ezt a bölcsességet is anyámtól tanultam. Felséges úr! Császári követség érkezett színéd látására. Követségek? Háború uralkodók. A legunalmasabb társaság az egész világon. Gyer velem, Sir Robert. Rudolf von Battenberg báró, ő felsége 6. Henrik császár képében. Mindig szívesen látjuk császárod követeit angol földön. A meghatalmazásom. Ne untass vele, Sir Robert! Mire hatalmaz fel? Küldetésem szerint örömhírt közölhetek. Bátyád Richard király életben van és jó egészségnek örvend. Itt a pecsétje. Érte Istennek! Itt úgy hírlett, hogy a bátyám tengerbe fúlt útban hazafelé. Hol van Richard? A császári udvar vendégszeretetét élvezi, ahol is különleges bánásmódban részesül. Egy szóval fogságban tartják. Császáromnak némi károkat okoztak Richard király katonái. Egy kis pénzes zacskóval egyengetni lehetne a hazautat. Az összeg? 1 millió aranypénz. Teljes képtelenség, uraim! Ennyi pénzt 100 év alatt sem tudnék előteremteni. Ez váltságdíj. Oroszlán szívű Richard Anglia királyának váltságdíja. S ha nincs pénz? A nyári napforduló után a császár nem felel tovább a bátyád életéért. Mondd meg a császárnak, hogy ha lehet, meg lesz. És mondd meg a királynak, hogy testvéri szeretetem minden erejével fáradozom ügyén. Fenség! Mi jár a fejedben, Sir Robert? Csak nem arra gondolsz, hogyha a követek nem érnének haza, az minden gondunkat megoldaná?
Csak nem. Dehogy is nem. Egy olyan ember, mint te, nem tépelődik sokat, elvágja a gordiuszi csomót. Én vakon megbízom benned, bármit teszel is. Mert tudom, hogy jól fogod tenni. Sir Guy? Itt vagyok, uram. Jánosnak esze ágában sincs fizetni. Ha Richard meghal, előtte szabad az út. Király lehet. Erőszakkal és ármánnyal szerzett hatalom nem tart sokáig. A nép szereti Richardot. Igen, de azt hiszik, hogy meghalt messzi idegenben. Megszületett a döntés. Kész a halálos ítélet. Jervorátom, nincs ingyemre a társaság. Szerencse, hogy itt minden zugot ismerek. De látod, János gonoszságát nem ismertem. Nincs több remény. Richard sorsa megpecsételődött. Nem akkor, ha megtudják, hogy él. Most engem császárod elé viszel, mint foglyodat? Császárom sokkal te szívesebben fogadná az 1 millió aranyat, mint személyedet. Köszönöm, barátom. A barlangból 2 út vezet ki. Ha arra indulsz, hamarosan kiérsz a folyóhoz, ahol csónakot fogadhatsz. És mondd meg a császárnak, hogy a kitűzött határidőre meg lesz a váltságdíj. Úgy legyen, barátom. Isten veled. Jár szerencsével. És köszönöm. Jó zabot neki, és jól csutakold le. Igen, uram. Én fogadós. Szolgálatodra. Nyittass szobát, de poloska ne legyen benne. És készítes fürdőt. Tüstét meg lesz, uram. Joan, vezesd az uraságot a legszebb szobánkba. Jöjj utánam! Erősebben, ne félj tőle! Jó, csak így tovább! Hé, azért ne vidd túlzásba. Nem azt mondtam, hogy nyúzd meg elevenen. Robert nevében, fogjátok el a 100 kutyát! Éljen, Richard király! Adasszó! Thank you.
of Nottingham. Eleanor Dale. Mennyi idő telt el azóta? Nem szágultatúgy idő, hogy mi ketten elfelejtsük egymást. Úgy is van. Az igaz barátságnak nem árthat az idő. Jó urak! Urak! Romlást hoztok rám, és magatokra is, ha még sokáig itt örvendeztek. Az egész vidéket ellepték a poroszlók. Látom, ide is jutott belőlük. Igazából jobb, ha elmegyünk. Apámat megölték a poroszlók. Nincs kegyelem a szász nemeseknek. Csak addig várj, míg felöltözöm. Itt maradj. Ne hallgass rá, uram, menj! John! És ide járnak verekedni, meggazdagszunk. Ellen! Ellen! A társa már elment, uram. Merre ment? Nem tudom, uram. Őt aranyüti a markot, ha megmondod. Meg kell találnom. Esküszöm, uram, nem láttam, merre ment. 10 arany. Kivele? Úgy láttam arra, az erdő felé, uram. Messze. Legalább 4 voltak. Becserkészhetem utánuk az egész erdőt. Thank you.
Ne haragudj, kispajtás, de elkaptalak. Te se haragudj, kispajtás, de én is. Kyrie eleison, Christe audinos, Christe axaudinos, Pater de Cölis Deus. Ilyen Richard király. Jézus Mária. Csak segíteni akartam, atyám. Úgy látom, befejezted, atyám. Nem egészen fiam. Én mondtam. Csinos az ekén. Éppen jó volna rám. Kell? Vedd el. Rajta, kincs dobáló mester. Egy jó vadász nem céloz gidákra. Nem rossz. Ennyi. Foglaljatok helyet. Nolám. Valaki még hiányzik. Az asztalfőn üres a vezér helye. Nem eszünk nélküle, illetlenség lenne. Nincs mit tenni. Megvárjuk őt is, akárhogy korog a gyomrunk. Valami azt súgja nekem, hogy elmegy az étvágyad, fiacskám, mielőtt ehetnél. Már nagyon vártalak. Meglapulva. Ajtó mögé bújva. Idegen lehetsz itt, mi nálunk. Egy angol szemtől szembe fogadja az ellenfelét. Most szemtől szemben állunk. Én fegyvertelenül, te karddal. Fogkardod, te is. Van én nekem külön fegyverem is. Ahol jó hajtod. Vedd magadhoz. Parancsolj. Csak utánad. Na, emberek, ti addig hűsöltek idebent? A világért sem. Rajta a favágó. Vigyázz a finom bőrödre, úrficskám. Most ügyelj! Arra! Hé, állj meg, ennyi füccsön! Ne most! Tászoltak meg! Úgy! Témesen cseng a husángod. Bizony szép a hangja, fiacskám. Mindjárt elhúzom vele a nótádat.
Várj nagyon! Ne simogasd! Várj nagyon! Isten szentelébe, jobbról balról! Úgy van, úgy van! Most! Elég harc volt. Egy kis testmozgás evéssel üd meg hozzá az étvágyamat. A főztöm illata nem elég incsiklandozó. Mi az úrfi, te nem vagy éhes? A szentírás szavaival ki mint vet, úgy arad. Mi az a nagy víz? Itt! Egy feladatot sem hagytatok neki. Isten bocsássa meg, de csak holnapra vártunk. Mit végeztél ilyen rövid idő alatt? Szerencsém volt. Három másik csoportra bukkantam. Szászok, mint mi. Ők is azt akarják, amit mi. Harcolnak legjobb tudásuk szerint. Ne tolakodó. Fickárdozni próbál, de meg is kapta a magáét. Tök tilkók. Súnyán mellé fogtatok. Miért? Mert ő jó barát. Megmentette az életemet. Te pedig, hálád jeléül, faképnél hagytál, amint tehetted. Igen, de én nem akartalak idehozni. Na csak, szégyelsz bennünket a barátaid előtt? A búvó helyünket senkinek sem árulom el. Aha. Értsd meg. Ha nyomunkra bukkannak, elvesztünk. De maguktól sohasem találnak ránk. Itt az erdőben sérthetetlenek vagyunk. Emberek, Szász vagyok magam is. És van egy kis elszámolnivalóm Sir Roberttel. Hadd álljak közétek. Én mellette vagyok. Jól bánik a karda a szent igaz, és bizony nem ártana, ha járatosak lennénk a lovagi harcmodorban is. Csak egy lebökkenő. Nem vagy-e haragtartó? Nem én. Csapja tenyerembe. Az én nevem Little John, az asztalnál ült Tuck barát. És itt van Vörös Willi és Lightning, elválaszthatatlan cimborák. Én meg Mács vagyok. Ezekre még szükséged lehet. A páncéling nem közénk való viselet. Hord a bátyám ruháit. Megölték a poroszlók. Na most már rajtad a sor. Hogy hívnak, fiam? Ő... Nem fontos a nevem. Hogy hívták a bátyádat? Robinnak. Jó. Akkor Robin leszek. Hogy ki voltam, többé nem számít. Mától fogva Robin Hood a neve. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie mondutam. Panem nostrum quotidianum da nogassatok. Da nobis. Hódie. Nem akarod megtanulni latinul? De Isten nem csak latinul ért. Nem! Nem. De latinul kell hozzászólni. Miért kínozott szegény gyereket? Hallgass, Isten káromló! A mi atyánkot tudni kell. Na, tovább. Ez micsoda? Babszemfűzér. Nem szóltam, nem szóltam. Folytassuk. Mit mondasz erre? Egy mi atyánkot. Helyes. Mondd el újra. Aztán lefordítjuk. Pater noster qui es in mennyekben. Latinul mondjad. In celis sanctificetur. Egyesíteni kell a szétszórtan bujdosó szászokat. Hányan lehetnek az erdőben? Nem tudom. 200-an talán. Szerencsétlen földönfutók. Mire mennél velük? Ugyan. Nincs más kiút. Zendülésre vezetjük a népet. Különben a császár nem kapja meg a váltságdíjat. És Richard királynak meg kell halnia idegenben. Nem értenek a harchoz. Megtanítjuk őket harcolni. Nincsenek eszmények. Mert nem adtak nekik eszményeket. Az erdő bujdosói elé nemes célt tűzünk. És sereget kovácsolunk belőlük a bitorlók ellen. Nem fog sikerülni.
Nekik egyetlen céljuk van. Megtömni a hasukat. A fegyvereik meg. Legfeljebb vadorzásra jók. Királyi birtokon minden vad. A királyi. Hóhér elé kerülsz. Éhes voltam. Csak maga, a király és az ő vendégei vadászhattak a Nottingham erdőben. Vigyétek a vadorzót! Jaj, nem! Megálljatok! A szarvast én ejtettem el. És milyen jogon? Nemesi véred jogán? Még ha nemes is, akkor sem nyilaszhat ilyen ügyesen nő létére. Az őseim pedig már akkor grófok voltak, amikor a tijeid még birkát legeltettek Normandiában. Marion of Manson vagyok. Ősi száz család sarja. Pompás nap ez a mai. Nálad dicsőbb vadászsákmánnyal nem kedveskedhetnék János hercegünknek. Vigyétek a várba. Szuka. Megsértette a bátyámat. Remélem példásan megbünteted. Miért büntessem, Matilda? Csak az igazság sértette a bátyádat. Azon kívül, ami bájos kis fogjunk, még igencsak becses kincsé vállalt. Öldünk a síralom völgye. Porból vagyunk, és porrá leszünk újra. De közben éljünk jól, ne siessünk porrá lenni egy királyért sem. Tudod, mi forog kockán? Anglia sorsa és mindannyiunké. Elvesztünk, ha nem tér haza. Tagbarát jól mondta. Kicsik vagyunk mi a nagy politikához. Már hiszel nekem? Emberek! Nagy baj van. Mi történt? Elfogták Macsot, ha Molnár fiát. Kik? A városbíró poroszlói. Vadorzáson kapták. Tudod, mit jelent ez? Vadorzás? Azért akasztás jár. Na, nem vagyok éhes. Mikorra van kitűzve a kivégzés? Kedre. Mindig kedden tartják. Nem lesz egyedül. Másokat is akasztanak. Macs fivére. Ő is így halt meg? Igen. És ti ezt tétlenül tűritek? Mi más tehetnénk, imádkozunk. Hát persze. Majd elfelejtettem. Porból vagyunk, és porrá leszünk, bizony. De ne siessünk porrá lenni. Igaz? A szentségét! Nem félek az ördögtől se. Ha megmentem vele porrá... Szóval bármit megtennénk. Akkor jó. Lássunk hozzá. Mire vártok még? Dicsértessék a Jézus Krisztus, Isten küldött benneteket, az Úr Jámbor szolgája odabent, a halállal viaskodik. És miként tudnánk mi segíteni rajta? Ijertek hozzá, a szentelt olaj egy cseppje megnyitja előtte a paradicsom kapuit. Ijertek. A Nottinghami városbíró nevében a következő személyek bíróság elé állítattak, bűnösnek találtattak és elítéltettek. John Sussex egy bárányt és két tyúkot elrejtett a városbíró adószedői elől. Roland Watson, 100 felségárulás vétkében találtatott.
Gary Watson törvényszegésért, amennyiben bűnös apját a törvény szigora előre rejtegette. Will Cunningham, mert vizezett bort mért a városbíró poroszlóinak. Maskép, a Molnár fia, mert a király vadoskertjében vadászott. Példájukon okuljatok mindannyian! Nem lesz a miénknél külön grófság, ha kigyomláljuk belőle a gazt. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. 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 Legyen meg Isten akarata. Mi akarom? Bátor kis legény. Hogy szabad gyerekeket felakasztani? Mi az ördögöt csináltok? Összeesküvés! Íme a trombitorló szolgálja! Richard király él! Hazajön is, akkor Sir Robert és cinkosai kerülnek akasztófára! Rajta emberek, szabadítsuk ki a foglyokat! Nottingham népe, mentsétek meg az üldözötteket! Gyerünk! Ígyunk a győzelemre! Éjjel, Robin Hood! Éjjel, Robin Hood! Éjjel, Richard király! Vesszen a trombitorló! Erdei barátaim! E naptól fogva Sir Robert tűzzel vassal tör ellenünk. De megvédjük magunkat, és a támadást támadással viszonozzuk! Többé nem vagyunk földön futók, hanem Richard király titkos hadserege. Dagmarát, te híveket toborzol a parasztok között. Ellen, te összefogod a szászokat. Te, John, az erdőben bújdosókat, és megtanítjuk őket harcolni. Hazahozzuk a királyt. Richard király él. Fogjatok össze az erdei hadakkal a bitorló ellen, Robin Hood. Éljen, éljen! Robin Hood. Csak Robin Hoodot és a bandáját okolhatod. Azok híreztelik, hogy Richard él, és Nottinghamben hisznek nekik, az árulóknak. Még mindig nem értem, miért jó, ha Marion itt marad. Mert jó, ha a fogjunk. A fogjunk?
olyan hódolattal veszed körül, amilyen csak az udvar hölgyeinek jár ki. Az asztalunkhoz ülteted. Matilda, ez a nő láncszem, amely összekapcsolja a normannokat és a szászokat. Feleségül vesz egy normann nemes. Véget ír a visszájkodás. A józan ész diadalmaskodik. És persze te lennél a normann nemes. Ritka erényed volt az asszonyok között az éles látás. Mi történt veled? Csak nem vagy féltékeny. Szabad. Maria of Manson. Ma szebb vagy és bájosabb, mint valaha. Ne fáradd magad bókokkal, hiszen rabságban tartasz. Érezd magad a vendégemnek, mondjuk férfe összött kincsnek, de miért a feleséged leszel. Nem leszek a feleséged. Gyűlöllek. Embernek is, férfinak is. Gyűlölet és szerelem között ingadozik a határ. Hát akkor tudd meg, már elérkeztem. 9 éves voltam, amikor maga Richard király eljegyzett Sir Henry of Nottinghammel. Érvénytelenítjük a megállapodást. Bár egy nottinghami nemesnek ígérték a kezedet, és én is az vagyok. A nottinghami városbíró áll előtted. Csak bitorlod rangodat és címedet. Meg lehet. De tudod, kedvesem, a hatalmat azt szerzi meg, aki erősebb és okosabb. És ha megszerzi, akkor nem adja ki egy könnyen a kezéből. Vörös Filiez. Tovább. Babágó. Eredj Little Johnhoz. Tovább. Én sekrestés voltam, atyám. Ah. Jól van, fiam, jelentkezz a konyhán krumpli hámozásra. Tovább. Szakácsmester vagyok, atyám, szolgálatodra. Ah. Ügyes kezed van akkor. A repülősökhöz. Repülősökhöz. A repülősökhöz. Tovább. Kádár vagyok. Erősen megmarkolod a kötelet, a két kezed távol egymástól. Így te irányítod magad, és nem visz félre a lendület. Kapaszkodsz, elrugaszkodsz, és repülsz. Így! Hogy látom, emberek? Mit tanultatok? Ti hárman. Angát? Rajta! Mire vártok, támadás? Ez így reménytelen. Te kardforgatáshoz szoktál. A mi arci eszközünk a favilla. Állj ki favilla ellen, ha mersz. Ellen! Hallottad, mit mond? Van benne igazság. Kapd el! Hopp! Na, gyere, ó magacskám! Nem rossz, egész ügyes. Hát akkor vegyétek a pálcikátokat, mutassátok meg Tuck barátnak, mit tudtok. Gyerünk, emberek! Menjetek csak, nem szeretnék a bőrében lenni. Gyorsabban, mint az asztali áldás, gyermekeim, vagy baj lesz? Mit szólsz a harcvonalunkhoz, atyám? Hogy van még tanulni valótok? Egy kis gyakorlat nem fog ártani. Rajta! Na, indulj! Ennyi az egész. Most csináld te. Meg lesz. Mi a istennyire volt ez? Hát ezt tud. Elég volt. Lehet ebédelni. Aztán folytatjuk.
tetszik valami? Mindent értek. Vas a magja, bronz a bevonata. Hát csak gondoltam, ne hogy... Ne mentegetősz. Még sok ilyen kell nekünk. Kipróbáljuk a normanok ellen. És minden csapás nyomán aranyzápor fakad a király váltságdíjához. Hé, őrség! Mit akarsz János uradószedőitől? Csak ezt! Hé, jöhetnek, gyors a mozgás! Richard király él és hazajön, Robin Hood. Erre parancsoljanak, mindig készen állunk a városbíró és János herceg szolgálatára. Joan, kísérd az adószedő urakat a legszebb szobába. Fáradjanak utánam, uraim. Te meg elláttad a szolga személyzetet? Igen, uram. Az istálló megfelel? Jól van, fiam. Állj ölt az ajtóban. Minden csendes. Jöhettek. Kötözd meg. Jó erősen. Ezer arany? Derekasan dolgoznak az asszony. Mi sem enyélünk. A király kiváltására, Robin Hood. Rablás, utonálás, sorozatos bújtogatás. Hatalomsértés. Engedelmével, jó uram. Robin Hood napjai meg vannak számlálva. Amennyiben? Jól tudjuk. Az erdő biztonságos búvóhelyet nyújt. Ott nem érhetjük el. Tehát? Kiugrasztjuk onnan. Olyan csapdát állítok neki, amin fennakad. A nyakánál fogva. Igen, uram. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, ámen, fiam. Mit keresel te itt? Egyedül az erdőben. Remete vagyok, atyám, imával telnek napjaim, és az Úr táplál, mint az ég madarait. És te? Én a Hendoni apát vagyok. A föld áldott termését visszük a kolostorba, de úgyhogy sem eltévedtünk. Ó, én úgy ismerem az erdőt, mint a tenyere, megmutassam az utat. Isten is megáld érte, fiam. Amen. Erre. Normanok? Dehogy is, szerzetesek. Csű, de kár. Gazdag zsákmányt reméltem. Ami azt illeti, megrakott szekerekkel jöttek. Te kis haszontalan. Kirabolnád Tak barát kollégáit. Atyám, litániázzunk egyet járás közben. Észre sem veszed, és már is odaérünk. Jó volna, testvérem, de igen, berekedtem. Megküldött az erdei levegő. Talán a buzgó ima torkod erejét is visszaadja. Domine in auditorium meum illis tenendum. Te atyám, azt mondtam, illis tenendum. Hallom, fiam, hallom, fiam. Hát akkor felelj rá illőképpen. Mit?
amit kell. Domine in adjuvandu. Ja, azt. Domine adjul. Adjul. Hiában nem megy. Megkőgtet. Mondd velem. Ad adjuvandum me festina. Hiába is. Erőltetem. Nem vidom. Ó, pedig a latin szó édesen olvad a nyelven. Nem találod? Ó. De mennyire, fiam? De mennyire? Akkor, ha nem haragszol, folytatom csak úgy magamban. Dicséretes buzgalom, fiam. Zendíts rá. Ajtatosan. Cave fratres, non sunt fratres sed milites. Cari pleni sunt pretoriani. In nomine patris necessaria lecio darimus impartire estis impostoribus. Amen. Tudod, mit mond? Ez nem imádság. Hát akkor mi? Rapido pede accurere periculum mortalem. Eh? Non sunt fratres sed milites. Per omnes sanctum sanctorum advenias rapide. Amen. Deo gratias. Laudemus Dominum. Tetszett a könyörgés, atyám? Meghat. Várj csak. Tüstént megérkezik a hívek válasza. Menj el be! Kolán! Osztálva sörgessetek és megkintatik! Utálunk rabló Sir Guy, szívből jövő hálámat Sir Robertnek. És megadom minden tartozásomat azon a napon, amikor Richard király visszatér a trónra. És most, ahogy tetszik... Metsz! Várj egy kicsit! Fordulj meg! Így né. És most jó utat, kedves Sir Guy! Megérdemelnéd, hogy elcsapjalak. Tűrhetetlen, hogy a Nottingham-i kapitány eszén túljárat egy csavargó, öt toprongyos koldus élén. Bocsáss meg, hogy ellent mondok, de nem csak öt toprongyos koldus vezére. Valójában a toprongyosok egész hadat tart vele, az egész nép. A bárjának igaza van. Csajunk Robin Hoodot a magásra verembe. Azt híreszteli országszerte, hogy Richard él. Hát jelentsük be hivatalosan is. Alig hiszem, hogy János herceg hozzájárulna. Az ő javát szolgálnánk vele. Milyen jogcímmel rabol Robin Hood, hogy Richard váltságdíját szedi össze. Ugyanezen a címen vessé rájuk akkora adót, hogy belegebedjenek. Megfizetik, de átkozni fogják Richard nevét, aki miatt az utolsó garasukat is elvesztik. Rám nem gondolsz, Matilda? Engem is gyűlölni fognak.
A néphangulat forog, mint a szélkakas. Nyerd meg a néped mulatságokkal. Mióta az öreg gróf nem él, senki sem rendezett nekik igazságot. Néhes madzag, régi csel, de mindig beválik. Nem bocsátkozom vitába szászokkal. Gáj? Nem mézes madzagnak szántam, amit mondtam. De boldogan feléleszteném a hagyományos szászünnepeket. Az ilyesminek muncsa van Nottinghamben. Szép gondolat. Kezd a legősibb szokással. Rendez íjász versenyt. Az nálunk több egyszerű ügyességi vetélkedőnél. Nemzeti ünnep. Legyen kívánságot szerint. És a kedvedért, a hódolatom jeléül, sértetlenséget biztosítok a torna száz résztvevőinek. Meg vagy elégedve? Hálásan köszönöm. De figyelmeztetlek, eddig mindig száz volt a győztes. Mindig Nottinghami száz volt a győztes. Én sem hozhatok szégyent az elődeimre. Szép dolog megnyerni az IS versenyt, de most fontosabb, hogy megharcoljunk a városbíróval. Erre itt a jó alkalom. Le fogom győzni mindenki előtt. A hiúságon esett sérelem jobban fáj a kardütött esetnél. Az lehet. De ha téged elfognak, az ügyünk elveszett. Hadd kísérjünk el. Semmi esélyünk sincsen. A vár meg van rakva katonákkal. Itt az erdőben mi vagyunk előnyben. De nyílt terepen, szabályos ütközetben. Akkor csalogassuk ide a katonákat. Mondasz valamit. Fején találtad a szöget. Ha? Úgy is van. Már tudom, mit kell tennünk. Elfogom Robin Hoodot. Ajánlom is, mert fogytál a türelmem. Szava hihető ember az a favágó? De mennyire, uram. 50 aranyat adtam a szaváért. Az íjász verseny jó alkalom nekik, hogy megtámadják a hendoni apátságot. Jó. Szedd össze az embereidet. Rejtőzzenek el az apátság körül. Teljes győzelmet aratta mai napon a legjobb íjász, és Robin Hood diadalmas legyőzője. Szórakoztasd a népet, és megnyered. Vendégünk nem jön? A szolgálójával üzente, hogy tüstént itt lesz, uram. Két almát kérek. Szépek, ez a tiéd. Mi a csodáért nem kezdik már végre? Isten tudja. A nép csak intésedre vár. Csak várjanak. A türelem rózsát terem. A szász leány megérkezett. Már nagyon vártunk. De mit jelentsen az öltözéked? A szász nemesek mindig részt vettek az íjász versenyen. Ha megengeded, én sem maradok ki belőle. Bánok úgy az íjjal, mint egy férfi. De szép lány, vajon ki lehet? Száz születésű nemeslány. Nem értem, hogy került a normannok közé. Szóval száz. Marion of Manson. Marion. 9 éves korában láttam utoljára. Akkor ne csodálkozz, hogy megnőtt azóta. Maga Richard király ígérte akkor Mariont feleségemül. Robin! Robin! Szt, halkabban! Mit akarsz? Itt van! Az a hölgy, aki megpróbált megmenteni, amikor elfogtak. Most már értem. Fogságban tartják. Egy okkal több, hogy ma itt legyünk. Első fordulóhoz felsorakozni! Az első 10 versenyző a céltáblákhoz! Neked szól, most kell menni. Sok sikert!
átkozott Robin Hood még mindig nincs itt, uram. Nem baj, előbb-utóbb majd csak ide ér. Van időnk. A türelem az erősek fegyvere. A cél távolsága 160 láb. Az 1-es, 2-es, 9-es, 10-es és 15-ös íjász vesz részt a fordulóban. A 10-es és a 15-ös jutott tovább. A céltáblákat állítsák messze. Távolság 190 láb. Kisasszony, nagy megtiszteltetés, hogy veled küzdhetek. El tudom képzelni. Persze, nézőpont kérdése. Legyőzni egy nőt, akárhogy veszük is, nem nagy dicsőség. Sem egy nemes nőnek megverni egy parasztot. Eszerb a táblákat! Távolság 220 láb! Túl messzire tették egy lánynak. Ezt már nem fogod bírni. Ne jóslatokra pazarolt az erődet, inkább célozz! Messzire volt ez neked is. Miből gondolod? Én még nem lőttem. A 15-ös kiesett. És most, hagyományainkhoz híven, az elismerten legjobb íjász és a verseny legjobbja között dől el a küzdelem. Szólítom tehát a céltábla elé Sir Robertet, Nottingham város bíráját. Majd én kitanítom a pimasz senkihez. Csak ne félj. Ha nekem nem sikerült, neked se fog. Négyet egy ellen, a 10-es számra fogadok. Kiállja a fogadást, négyet teszek egy ellen. Ki fogad velem? Állom, add az egyre. Jó, meglátjuk. De kire fogadsz, fiam? Hogy lásd, ki vagyok tőled, elég lesz három is. Jó állom. Áldjon meg az úr, köszönöm. Boldogok az együgyűek, mert övék a mennyek országa. Három az egyhez. Három az egyhez! Erdélyi ember vagy? Igen. Úgy is mondhatnám. Az erdőben dolgozom. Derék munka. És jól fizet? Nem olyan jó, mint a tied, uram. De megéri, mert tiszta munka. Nem úgy, mint a tied. Szavak nyilai röpködnek a szádból, de nem haragszom. Nem szájaskodás hajtja a nyilvesszőt. Kezdhetjük? Át rába céltáblákat! Távolság 360 láb! Mindenre, ami szent. Ezt még senki sem csinálta utánam. Mondok egyet, uram. Így csak az időt vesztegetjük. Válasszunk magunknak érdekesebb célpontot. Mit? A szélkakast ott a várfokán. Képtelenség. Rövid hozzá az íjunk. Rövid, uram. Nottingham ősi íja kell hozzá. Nem hajlik már az íj, kiszáradt a fája. Nottinghami férfi kezében rugalmas, mint a vessző. Akkor tegyünk vele próbát. Hozd azt az íjat. Nem lesz győztese a mai napnak. Minden esetre vesztese már van. Ha nem hajlik, legfeljebb törik. Engedelmeddel. Most én következem.
Robin Hood. Az vagyok, szolgálatodra. Fogjátok el ezt az embert! Sértetlenséget ígér! Hitszegő! Álmok kutya! Ad ende! Hát ennyit ér a szabad! Hazudt! Hát mindenik árulom! Ottingeniek! Így bízhattok Sir Robertben és János hercegben! Ilyen őszintén akarják Richard király kiváltását is! Gyorsan, gyorsan! Kopasztottuk a normanokat alaposan. Szinte bűntudatom támad. Ugorj! Hopp! Az erdőbe! Gyerünk! Gyia! Gyia! Gyertek! Robin Hood, derék fiatalember. Hogy ne, jól ismerem. Éppen tegnap délután járt itt. Igazán kellemesen elbeszélgettünk. Nem ismered esetleg? Ugyanis Robin Hood üzenetet hagyott nálam bizonyos Sir Guy-nak. Én vagyok Sir Guy. Ó, ilyen szerencsés véletlen. Parancsolj! Ezer hála és köszönet, most már nyugodtan hazamehetsz Sir Roberthez szívélyes üdvözlettel. Robin Hood. Ah, milyen nyájas hangú levél, szívmelengető Sir Guy. Biztonságban leszel. Szeretettel köszönt a tágas erdei irodalom. Hé, Robin! Amíg te elvesztetted a szívedet, mi megtöltöttük a zsebedet. Nesze, kapd el! 100 arany! Jó, tedd csak a többihez. Helyes. Tehát, ételről, italról gondoskodj. Óriási lakomát csapunk. Megemlegetik ezt még a normannok. 100 szokás, 100 győzelem. Jól csináltad, Robi. És tak újabb 100 aranyat szerzett Richard király kiváltására. Megmondtad már neki? Nem. Még nem. Édes, szépséges Marion. Szemtelen paraszt! Megmentettél, de nem bizalmaskodhatsz velem. Zsiványok vagytok egy szálig. Ha itt volna a vőlegényem, kapnál tőle. Ne haragudj. Nem tudtam, hogy vőlegényed van. Ki az a boldog ember? Sir Harry of Nottingham, Richard király lovagja. Már értem. Nemes ember? Látom, ugyanolyan vad vagy, mint régen, Maria. Ellenedél. Ments meg, kérlek tőle. Hát csak ugyan védelemre szorulsz. Lehet, hogy a hölgy szívesebben maradt volna a várban. 100 vagyok, és itt maradok veletek. De megtiltom, hogy arcátlanul visszaélj a helyzetemmel. Jól felvágták a nyelvét. És a keze is gyorsan eljár. Mondd meg neki, hogy ki vagy. Szeretem. Csodálatos leány. Hát akkor? Azt akarom, hogy magamért szeressen. Nem azért, mert eljegyeztek vele. Robin Hood megküzd Sir Henryvel. Elválik, melyikük erősebb.
csúffá tettek a nép előtt. Robin Hood csak úgy jár kép. Megszökteti Marianoff Mansont a szemem láttára. Mert a katonai még kastromhoz mentek. Mindenki megvalondult Nottinghamben. Uram, János herceg a várba érkezett. Sir Guy, a te fejed hullik le elsőnek. Bevárj kegyelmet. Fenség. Megbocsáss, hogy ilyen váratlanul érkezem. Épp most hallom, milyen csúnyán porul jártál. El kell ismerni, az a fickó ügyesen elbánt veled. Úgy döntöttem, kedves Sir Robert, hogy néhány napra igénybe veszem a vendégszeretetedet. Megtisztelt fenséged. Bevallom, én már attól féltem, hogy megvonod tőlem kegyes jó indulatodat. Ugyan mi okom lenne rá, drága barátom? Egyedül a te buzgalmadnak köszönhető, hogy a nép oly lelkesen adózik Richard váltságdíjára. Úgy látom jónak, hogy jelenlétemmel bizonyítsam legmagasabb tetszésemet. Egyszer s, mint elhomályosítsam a szászokban Robin Hood képét. Nem lesz könnyű dolga fenségednek. Más nézetem vagyok. Megfizetjük a váltságdíjat. Elvégre tény és való, Richard az én édes bátyám. Egy vérből valók vagyunk. Azt a tömérdek vagyont átengednéd a császárnak. Igen, és csak ismerje meg a nép jóságos szívünket. Jelesd be ünnepélyes keretek között. Hadd tudják, milyen súlyos áldozatokat hozok Richardért. Súlyos áldozatokat. Egy szeletke friss jusajt, hölgyem, jót tesz a szomorúság ellen. Nem kérek, köszönöm. Attól ilyen nagyon hideg a pillantásod, hogy üres a gyomrod. Vagy az is lehet, hogy szerelmes vagy. Fel nem foghatom, hogy lehet valaki a te helyzetedben ilyen... Ilyen elbűvölő? Nem, ilyen közönséges. Hát persze. Kiütközik, hogy nem vagyok nemes. Nem a te hibád. Csak nem azért haragszom, mert legyőztelek az íjász versenyen. Nem más győzött le, mint Robin Hood. A legjobb íjász egész Britanniában, és én nem csodálom, hogy büszke vagy a címedre. Nem. Csak arra vagyok büszke, hogy királyom hasznára lehettem általa. Na látod, a lelked egy nemes emberi. A lelkem igen, de az kevés. Te csak akkor szeretnél, ha a külsőm is nemesre vallana. Ne felejtsd el, hogy jegyesem van. Tudom. A híres neves Sir Henry. Mesélj róla. Hát olyan magas, erős és vakmerő. Olyan, mint én? Nem is hasonlít rád. Hát akkor milyen? Robin! Robin, mit akarsz ellene? János herceg bejelentette, hogy kiváltja Richardot. Mikor? Holnap indulnak Nottinghamből, a yorki érsek ünnepélyes áldása után. Remek. Akkor Richard hamarosan itthon lesz. Csak nem hiszel az embereknek. Nem. Nem bizony. A váltságdíj nem jut tovább Londonnál, ha csak nem gondoskodunk róla, hogy rendeltetési helyére érjen. Drága hölgy, viszont látod a jegyesedet. Nagyon hamar. Micsoda boldogság. Boldog vagyok. Igazán? Sosem voltam ilyen boldog. De azon a napon egyikünk meghal. Vagy Sir Henry, vagy Robin Hood. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Zárjátok le a ládát. Isten kegyelméből útnak indítjuk a váltságdíjat, amelyet hatodik Henrik császár rót kiránk, és amelyet népünk áldozatos szeretete gyűjtött össze, hogy hamarosan együtt örvendezhessünk bátyám hazatérésén. Éljen Anglia királya, oroszlán szívű Richard! Tegyétek a szekérre! Thank you.
talán százan is. De azért elbánunk velük. Jelt adok, amint a lovasság elvonult. Akkor csapjatok le a szekérre. Mindenki a helyére. Ti velem jöttök. Gyerünk. Rajta. Ne sajnáld a szurkot. Hadd lobogjon alá. Kardodat. Csak az a szerencséd, hogy még van egy feladat, amit el kell végezned. Megparancsolom, hogy mondd el mindenkinek, mi történt itt az erdőben. Most mehet Sir Robert lábaihoz. Kotrony! Csodálatos voltál, Robin. Győztél, mint mindig. Hát igen, te édes, szép, nemesi kisasszony. Mi baj? Elszomorodtál? Épp ellenkezőleg. Nagyon is örülök, hogy Sir Harryt viszont láthatom. És ezért a nagy öröm. Tudom én. Talán nem tudsz annyit, mint hinnéd. Ide hallgass, Robin! Belekukkantunk, hadd legyen meg nekünk is a gyönyörűségünk. Ahogy akarod, emeljétek le! Ennyi aranyat úgysem látsz együtt még egyszer az életben. Azám! Rajta legények! Ezt aztán megrapták rendesen! Törd le a pecsétet! Hívhatjátok! Túljártak az eszünkön. Ravasz fogás volt, elismerem. Mindenki azt hiszi majd, hogy Robin Hood volt a rabló.
És Richard király elveszett. Hova dughatták a pénzt? Hol lehet? Valahol kicserélték a ládát. Valahol útközben, a város és az erdő között. Egyetlen olyan hely van, ahol ezt észrevétlenül megtehették. Igen, a várban. A várban. 40 lábnyi várfal, kapuk, bástyák, és annyi katona, mint bolha a kutyában. Igaz, de én ismerem az otthonom. A német császár bosszankodni fog, hogy nem kapta meg a váltságdíjat. Richard sorsa megpecsételődött, és még enyáron az angol trónon János herceg fog ülni. És te leszel az első ember a király után. Minden vágyod, álmod valóra válik. Rólam se feledkezz el. Nem is tehetném, Matilda. De még hátra van a leszámolás Robin Hooddal. Miatta. Mário miatt. Vigyázz, édes Robertem. Veszedelmes boszorkányok a százasszonyok. Előbb jut a császárhoz a váltságdíj, hogy sem észbe kaphatnának. Siessünk. Gyorsan a rejtekajtóhoz. Tehát barát, hozd el a fákját. Szentséges Isten, igazi rózsafűzér. Én meg babszemeket morzsolgatok már mióta. Mindannyiunkat, vége mindennek. Nem jutunk vissza az erdőbe, és Richard király meghal. Akkor mit csináljuk? Én itt maradok, és tévútra vezetem őket. De... Siessetek! Fogadjatok! Menjetek! Ellen! Indulj tüstént Németföldre. Vidd el a váltságdíjat a császárnak. E pillanattól a király sorsa a kezedben van. Isten veled! És már megint lóvá tettelek volna. Isten kísértés, amit te művelsz. De most az egyszer rajta vesztettél. Tisztelt és hőszeretett urunk Sir Robert, Nottingham város bírája nevében közhírré tétetik, hogy a törvényszegő bújdosó, aki Robin Hood néven ismeretes, elfogatott és halálra ítéltetett. Kerékbe töretik és felnégyeltetik a következő bűnökért. Lopás, csalás, gyilkosság, árulás királya és népe ellen. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, én tehetek róla. Isten akkor is meghallgat, ha babszemekkel mondom a rózsafüzért. Mihez fogjunk? Csak nem tűrjük el, hogy kivégezzék. Mit tehetnénk? Mindenki elhagyott bennünket. Nem maradt több fél tucat embernél. Ide hallgassatok. Én már tudom, mit kell tennünk. Megmentem Robint. Az ajánlatod nagyon is kedvemre való. De adj valami biztosítékot. Ha én szabadon engedem Robin Hoodot, az anyjamban megszöktet a házasságkötés erről.
Mi legyen a biztosíték? Szavam adattam rá. Egy 100 nemes nem lesz szószegő. Komolyan mondod, édesem? Hiszen ajánlatoddal már is megszegted. Amit Henrynek adtál, nem emlékszel? Ha az a célod, hogy megalázz, sikerrel jártál. Rajta, a válaszodra várok. Jól van, Marion. Úgy lesz, ahogy kívánod, beleegyezem. De Robin Hood csak az esküvői szertartás után távozhat a tömlözből, kedvesem. Kelj fel és jöjj velem. És ne félj. Én a javadat akarom. Köszönöm, Matilda. Nem miattad tettem. Én is szerelmes vagyok. Ha ő szabad lesz, nem veszed el tőlem Sir Robertet. De látod, jó uram, az én hűségem nem eladó. Tedd el! A tiéd. Köszönöm, kegyes uram. Véget ért. Nem, Sir Robert. Nem veszed el ezt a lányt feleségül. Gondoskodom róla, hogy... Dobd le a kardot! Vigyétek vissza a tömlöcbe! Nottingham főterén tartjuk meg az esküvőnket. Hivatalos rá mindenki. Még a Robin barátunk is. Ő lesz a legkedvesebb vendég. Ez a jel. Visszajelzek, hogy itt... Maradj! Ismeretlenül szeretnék találkozni velük.
Jaj! Kik vagytok? Vitézek vagyunk. És ha ti is vitézek vagytok, álljatok ki ellenünk. Mumusok! Talpig vasba bújtatok, annyira féltitek a bőrötöket. De jókor jöttetek, éppen mulatni támad, kedvem. Megtáncoltatom a hátatokon, csak kászálódjatok le. Én kész vagyok. És most, jó fiam, újjon rád szaporán áldásom. Vissza a kardomat. A fejedet hasítja ketté. Ilyen kard csak egyetlen egy van a világon. Richard király. Orationem meam et clamor meus ad te veniat Dominus vobiscum et cum spirito tuo oremus respice quesumus Domini. Nagyon vigyázz, Marion, ha szökni próbálsz, Robint kivégeztetem. Propagationem humani generis ordinat benignus assist ut qui te auctore iungitus te auxiliante serpente, per Christum Dominum nostrum. Nem szökön meg, állom a szava. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. A római katolikus anyaszentegyház szertartása szerint kérdezlek téged, Sir Robert, brit alattvaló, nottinghami városbíró. Akarod-e feleségül az itt jelenlévő Marion of Mansont? Igen. És te, Marion of Manson, kérdezlek, akarod-e a házasság szent kötelékében törvényes férjedül az itt megjelent Sir Guy-t? Ijások! Richard király. Felséget, felséget, ne, bátyja. Nem értem. Már nagyon vártál.
Bobby! Tud-e valaki olyan akadályról, az itt megjelent Marion of Manson és Sir Robert között, ami házasságuk útjába állhatna? Tudok, felség. Marion of Manson másnak a mennyasszonya. Kérlek, engedd meg, hogy karddal vegyek elégtételt Sir Roberten a sérelemért. Megtagadom. Nemes ember csak rangja bélivel vívhat. Akkor megvívhatsz vele. Sir Henry of Nottingham. A király lovagja. Eresszétek el! Robin Hood vagy Sir Henry, egyiknek meg kell halnia. Adsz egy kardot? Én kész vagyok. Királyod előtt. Felség, rendelkezz nyomorult életével. Gyönyörű uram, csak az öcsét parancsaira hallgattam. Hazudik, ne higgy neki! Áruló, egyedül ő árult el téged. Hazudsz! Ezért még megfizetsz, aljas áruló! A londoni Towerba mindkettőtökkel, hogy ne unatkozzatok, vigyétek őket! Ne, ezt nem teheted velem! Keresszetek! Én vagyok a király! Én vagyok a király! Robin már meghalt. Sir Henry lett a győztes. Igaz is, melyiket szeretted? Téged, én uram. Én asszonyom. Csaló, szentségtörő szélhámos, kizárlak a rendből gonosztevő, kiközösítelek, ördög vagyja. Te még nem tudod, de mától fogva a Nottinghami grófok házi papja vagyok. Igaz, Sir Henry? Hát persze, tisztelendő úr. Úgy
úgyhogy most rögtön kezdem is az esketést. Gyermekeim! De régen álmodoztam róla, hogy újra magamra öltem. Hogy belészeltek az egyház képviselői nevetni? Tekintélye meg és súlyával tárgyalátok! A harc és a verekedés ideje lejárt. Jöhet az édes szerelem.